A Tolna megyei rendőr főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője Huszti Gábor rendőr alezredes indult útnak, a Tiszától a Balatonig add át a biztonság stafétáját elnevezéssel indított 5 megyés bűnmegelőzési projekt zászlójával, hogy átadja azt Somogy megyei kollégáinak. A programsorozat még szeptemberben vette kezdetét Szegeden, amelyben minden területi egység a megye sajátosságait figyelembe véve egy-egy kiemelt téma köré szervezte saját programját, ismertette a rendőr alezredes. Tolna megyébe a tudatosság jegyében internetbiztonsággal kapcsolatban az időseket kerestük meg, és itt a programban több mint 2 héten keresztül rengeteg klubban és idősek szerveződéseinek tartottunk előadást arról, hogy ők milyen módon tudják megvédeni magukat az internetes bűnözőkkel szemben. Tolnában olyan sikeresnek mutatkozott a rendőrség kezdeményezése, hogy azt a program zárultával is folytatják a megyében. A projekt staféta átadása a somogyi befejező állomás részére nem hiába szerveződött a mozgás köré, tudtuk meg az alosztályvezetőtől. A sportra is és a sportolás fontosságára, illetve bűnmegelőzési szerepére is szeretnénk felhívni a figyelmet, ezért Tolna megye Somogy megye irányában legszélső városából, innen Dombovárról futva fogjuk eljuttatni ezt a stafétát Kaposvárra, Somogy megyei rendőrfőkapitányság épületéhez. A stafétát a somogyiak, akikhez amatőr sportolók és rendészeti szakközépiskolás diákok is csatlakoztak, a két megye határában lévő Csoma településen vették át a Tolna megyei rendőrfőkapitányságot képviselő futótól.